Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük, hogy azok a fantasztikus irodalmi könyvek, amik megjelentek a könyvhéten, megéri-e számotokra, hogy elolvassátok őket, avagy nem. Avagy nézzük meg, hogy mik azok a könyvek, amiket szeptemberben olvastam el. Ugyanis ebben a hónapban ráfokuszáltam arra, hogy a könyvhéten megjelent könyveket olvassam el, úgyhogy ha hasonló típusú könyveket olvasol, mint én, akkor az akkori bevásárlólistát nagyját, vagy egy részét legalábbis meg fogod itt találni. Ugorjunk is bele. Az első könyv nem más, mint Brit Bennettől a Halványuló fél. Ebben a könyvben egy testvérpárt követünk, akiket Desirének, illetve Stellának hívnak, akik elvileg fekete családból származnak, de a bőrük olyan halomány, olyan világos, hogy elmennek fehér bőrű embereknek is. Ők megszűnnek a családi otthonból, és két teljesen más úton megy tovább az életük. Az egyikük elfogadja úgymond a fekete identitását, egy nagyon sötétbőrű férfihoz megy hozzá, és az ő életét, illetve a gyermeke életét követjük a történet első részében. Utána pedig betekintést nyerünk abba, hogy a másik testvérem illet, aki úgy döntött, hogy magát fehérnek kiadva épül be a társadalom egy másik rétegébe. Számomra ez a könyv azért volt nagyon izgalmas, mert nem azokra a tipikus témákra, illetve hangulatokra tette a fő hangsúlyt, amit az általam olvasott fekete témát boncolgató könyvek szokták korábban, tehát nincsen benne főfókuszban se a düh, se a transgenerációs traumák, bár mindkettő jelen van a könyvben. Sokkal inkább beszél a rasszizmus internalizálásáról, hogy hogyan tudod gyűlölni saját magad a társadalom hatására bizonyos okok miatt, és leginkább ezt a részét ragadja meg a rasszizmusnak, illetve kolorizmusnak, és ezt bevonja egy kellemes történelmi háttérrel, ugyanis maga a könyv a 60-as években és a 80-as években játszódik. Tehát két időségben is követjük az eseményeket több generáción keresztül. Számomra egy borzalmasan izgalmas könyvélmény volt, nagyon jó olvasmány. Főleg azt értékeltem, hogy mennyire meg tudja hasonlítani a könyv Stella karakterét, ugyanis amíg nem vagyunk benne az ő fejébe, addig nagyon ellenszenves, nagyon antagonisztikus az, ahogy ő viselkedik a többiekkel, viszont mihely is belekerülünk az ő nézőpontjába, már sokkal többet elárul az okokról és a miértekről, és egy borzalmasan erős gyomros, amit az ő karaktere ad. Én oda vagyok kezére a könyvért, az egyik kedvenc olvasmányom volt a hónapban, imádom, olvassátok el. A következő olvasmányom a hónapban Tate Thompsontól volt a Molly Southburn 1000 halála. Ez egy BookTube könyvklub közös könyv is volt, szóval van róla egy nagyon hosszú kibeszélő a BookTube könyvklub közös csatornáján. A live-ot megtaláljátok a leírásba és az i betűbe. Ez egy brit-nigériai szerzőtől származó horror kisregény, aminek a főszereplőjében Molly Southburn áll, akinek egy különleges tulajdonsága van. Mihelyest a vére elhagyja a testét és bármilyen szerves anyaggal érintkezik, abból a vércsebből egy másik Molly születik, egy kisbetűs Molly, aki a szülőanyja, úgymond, életére tör. Külön izgalmas dolog, hogy a kisbetűs Mollyk mindig a nagybetűs Mollynak az aktuális állapotát tükrözik, tehát ahogy Molly erősödik, úgy erősödnek a Mollyk is. Úgy, ahogy a természetfeletti horrorok többsége, nagyon jól levetíthető bizonyos mentális jelenségekre, és borzalmasan érdekes olvasmány. Nem is igazán mondanék róla többet, mert tényleg 120 oldal az egész, és nagyon rövid, de hogyha bővebb kibeszélő érdekel, akkor csekkold le a live-ot. Nagyon furcsa ennek a könyvnek a története. Inkább az élmény az, ami miatt megéri olvasni. És hozzá kell tennem, hogy keretes szerkezetet használ a történet, tehát
kétszer kell elkezdeni a történetet, amit általában én nem szeretek, viszont ebben a kötetben meg van magyarázva, hogy erre miért volt szükség, és trust me, jó lesz. Sajnos vannak ezzel a könyvvel problémáim, ugyanis úgy érzem, hogy van benne egy-két olyan lyuk, amit hát úgymond a férfi szerzőnek, férfi szerzői voltának tulajdonítok, illetve még hasonló jellegű ok, hogy történik ebben a könyvben egy haláleset, ami nem hiszek el, hogy meg tud valósulni abban a formában, ahogy le volt írva, mert szerintem nem illik bele a történetbe, és nagyon kizökkent. Nem volt kedvenc olvasmányom a hónapban, de nagyon, nagyon fura. Hogyha szeretitek a furcsaságokat, ha érdekelt titeket az afrofuturista irodalom, akkor mindenképpen adjatok neki egy próbát, mert tényleg nem hosszú. A következő olvasmányom a kivételeben a listában, ez pedig Robert Horstoktól a Mitágó erdő, ami a Négy szem köznek a közös olvasmánya volt, ami most került befejezésre általunk. Ez egy 80-as években íródott klasszikus fantasy, amiben egy második világháborúban szolgáló katonát követünk, aki éppen hazatér a szülői házban arra, hogy az édesapja már elhalálozott korábban, illetve a bátyja furcsa módon átvette az apjának az őrületét, a hiperfixációját az erdő iránt, ami állítása szerint képes arra, hogy a tudattalanunkban meghúzódó képeket, alakokat megelevenítse. Nagyon nehéz női szemmel olvasni azt a tipikus szenvedő férfi karaktert, aki az irodalomnak a sajátja volt nagyon-nagyon sokáig, mint főszereplő, illetve az egyedüli nagy szerepet játszó női karakterről is nagyon szexistán nyilatkozik. A szerző, szóval a női olvasóknak nem feltétlenül ajánlom ezt a könyvet. Maga az erdő és a mögött álló koncepció az borzalmasan izgalmas, és lényegében csak azért éri meg elolvasni a könyvet. A történet maga az ilyen de erről is van egy borzalmasan hosszú kibeszélő az én csatornámon, az is megvan az e-betűnben, illetve a leírásban. Spoiler, nem tetszett nekünk a könyv, és benéztem ezt az ajánlást, úgyhogy ez van. A következő könyv a borzalmasan nagy népszerűségnek örvendő Edilaru láthatatlan élete V.I. Schwabtól. Ennek a könyvnek a főszereplője egy 18. században született lány, Edilaru, akit férjhez akarnak adni, egy olyan emberhez, akihez nem igazán akar hozzámenni, és amikor megszökik az esküvőjéről, és egy olyan istenséggel, természet fölötti jelenséggel költ alkut, aki alkonyat után válaszolt neki, ergo nagyon megszívja az alku feltételeit, ugyanis annak a tekintetében, hogy megmeneküljön ebből a házasságból, azt kívánja, hogy örök szabadságot kapjon, és ezért azzal fizet, hogy senki nem emlékszik rá attól a pillanattól kezdve, hogy kikerül a látóteréből. Ennek vannak bizonyos előnyei és bizonyos hátrányai, és az ő életét követjük, folyamatosan haladunk előre az időben, viszont a történet főszála napjainkban játszódik a 2010-es években New Yorkban, ahol Edi megismerkedik egy férfival, aki emlékszik rá 300 év óta először. Ez a könyv nem bántott. És én ezt a lehető legtöbb pozitivitással mondom. Ezt a könyvet leginkább azoknak ajánlom, akik szeretik a lassú történeteket, mert szerintem véleményem szerint jócskán túl van írva a történet eleje, viszont megéri elolvasni akkor, hogyha szereted a szomorkás, keserédes történeteket, ugyanis ez a könyv meghozza azt a szomorúságot, amire te éhezel. Jó lesz. Elsősorban karaktercentrikus, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nagyon részletesek a karaktermunkák, hanem a karakterek szenvedése, illetve karakterek reakciója van a középpontban a bizonyos alkukra,
illetve magára a történelem folyására. Ha valakinek ez az a történeti típus, amit nagyon szeret, akkor egy nagyon hangulatos könyvet fog találni ezzel, és tényleg egy jó választás lehet. Nem tartom Schwab legrosszabb könyvének, de legnagyobb sem, mert szerintem az még mindig a viszály. A következő olvasmányom Matt Haig-től volt, az Éjfél könyvtár. Ebben a történetben egy fiatal középkorú nőt követünk, Norát, aki borzalmas mentális állapotban van, miután folyamatos balszerencse éri őt az életében, meghal a cicája, elveszti az állását, illetve szembesül azzal, hogy egy-két kapcsolata is megsínlette az idő múlását. És úgy dönt, hogy öngyilkosságot követ el, viszont a halál helyett egy átmeneti állapotba kerül, amit úgy hívnak, hogy éjfél könyvtár. Ebben a könyvtárban lehetősége van arra, hogyha levesz egy könyvet a polcról, és ezt elkezdi olvasni, akkor egy másik életébe kap bepillantást, ahol valahogy máshogy döntött bizonyos időpontokban. És minden egyes döntésére van egy másik élete, amit kipróbálhat, és hogyha tetszik neki, akkor ott maradhat abban az életben. Na, ez a könyv viszont bántott. Kezdjük kapásból egy példával, ami az elsődleges trigger volt, és nem telt el olyan 100 oldal se, hogy ez megtörtént. Az első oldalakon meghal a nőnek a cicája. Én, aki borzalmasan cicamániás vagyok, engem ez borzalmasan megérintett, és nagyon könnyen tudtam kapcsolni ezáltal a női karakterhez. Viszont ezután úgy mutatja meg neki a könyv, hogy nem volt rossz cica gazdi, hogy nem az ő rossz döntése miatt halt meg a cicája, hogy egy másik életben végig kell nézni azt, hogy a cicája meghal megint. És ez egy borzalmasan kegyetlen dolog, és abszolút pozitívnak van beállítva, hogy már pedig ő ebből tanulni fog, ami ilyen cukormázas hányás volt. De hogyha nekem ezt a szituációt benyomná valaki, akkor, hogyha meghalna a cicám, akkor felgyújtanék valamit, az egész biztos. Már itt éreztem, hogy ezzel a könyvvel én nem leszek jobban, és ezt megerősítette azzal, hogy egyáltalán nem finom, meg se próbálja elrejteni a mondani valóját, nagyon az arcodban nyomja azt, hogy milyen képeket használ, hogy az élet igazából csak egy sakkjátszma, csak akkor tudsz tanulni, hogyha élni akarsz, így egész érezhetően szeretné a torkodon lenyomni, hogy az élet az jó. És úgy, hogy újra és újra kell élned az életet, ezzel próbálja ezt prezentálni. Viszont az első pár élet, amivel szembesül Nora, a főszereplő, az rossz. Borzalmasan rossz. És hogyha alapból szűkített gondolatokkal rendelkezel, hogyha azt látod, hogy az összes párhuzamos élet, ami lehetett volna neked, az rossz, akkor tény, hogy eljuthatsz arra a következtetése is, hogy maga az élet szar, de nagyon könnyen eljuthatsz arra a következtetése is, hogy bármilyen életet élsz, az rossz lesz, azért, mert te éled azokat az életeket, tehát eljutsz ugyanarra a végkövetkeztetése. Ez abszolút nem egy jó irány, amit nagyon könnyen oda mernék adni az ilyen jellegű embereknek a kezébe. Tehát lehet, el tudom képzelni, hogy van akinek jó, meg aki nem rendelkezik mentális problémákkal, azok valószínűleg élvezni fogják, mert egy borzalmasan szentimentális történetről van szó, ami nagyon nagy pozitivitást próbál megsugározni magából, de én nem tudok elmenni amellett, hogy összemossa a depressziót azzal, hogy nagyon-nagyon rossz napod van, és a depresszió kezelését, ami gyógyszeres és folyamatos terápiára járás azzal, hogy fake it until you make it. És ez egy borzalmasan rossz kép, amit pláne egy olyan szerzőnek, aki szintén rendelkezett öngyilkos hajlamokkal, nem kéne közvetítenie, nincs erre a képre szükség a médiában. Nincs. Ezek után a borzalmasan nagy csalódás után a kezembe vettem a Labirintus Simon Stolenháktól, ami a szokásokhoz híven
egy olyan történet, ami nagy részt képekben van elmesélve, és minimális mellette a szöveg, illetve a tényleges történet egy disztópia művészeti album, aminek koherens története van. A történetünk egy olyan világba kalauzol el, ahol a felszín bizonyos okok miatt lakhatatlanná válik, és egy karakter hármas követünk, egy fiatal nőt, akiért valamiért a történet elején ki akarnak végezni, és betekintést kapunk a közelmúltjába, amikor ő felment a felszínre a családjával, aki kimerül a bátyjában, és a közösen nevelt gyermekükben. Ebben a könyvben az illusztrációk sokkal inkább aládolgoznak a történetnek, mint az elektronikus államnál láttam. Pont ezért, mint művészeti album, hogyha elsősorban a képekért olvasom, akkor az elektronikus államot jobban szeretem. Viszont, hogyha ezt a történetet úgy akarom olvasni, mint egy történetet, ami ki van egészítve csodálatos illusztrációkkal, messze viszi a pályát a labirintus. Fantasztikus történetről van szó, ami egy hatalmas gyomrost ad neked a történet végén, és utána ad még egyet szeretetből. Szóval ez a második olyan könyv, ami tökéletes volt ebben a hónapban. Abszolút tudom ajánlani. Mindenképpen szerezzétek be, hogyha elkerült a figyelmeteket, és olvassátok el, mert csodálatos. Az utolsó könyv, amit olvastam a hónapban, az Shannon Maguire-től volt, a Cukorszín égbolt alatt, ami a Csellengő gyerekek sorozatnak a régóta várt harmadik része. Ez egy fantasy kisregény sorozat, amiben olyan világokba kalauzolnak el minket, ahova fiatal gyerekek elmentek, úgymond találtak oda egy ajtót, ott éltek egy ideig, és ott teljesedhetett ki a személyiségük, aztán valamilyen módon visszakerültek a földre, és hogyan dolgozzák föl ezt a szituációt. Amikor korábban szó volt ezekről a könyvekről, akkor említettem, hogy a második könyvet lehet az első könyv ismerete nélkül olvasni. Ennél a könyvnél nem, az első könyv ismerete mindenképpen szükséges hozzá. Ugyanis abban a könyvben meghal az egyik kedvenc karakter, és annak a lánya bukkan föl az iskolában, ahol ezek a világokból visszajött gyerekek léteznek, hogy adják vissza az anyját, mert ő kezd eltűnni. És ez egy borzalmasan izgalmas szituáció volt, lényegében egy időutazásos történetet kapunk, ami tekintve, hogy az a világ, ahonnan ennek a történetnek a csomópontja van, egy logikátlan világ, egy nonsens világ, pont emiatt az első olyan időutazásos történet, amit szeretek és értékelni tudok, mert semmi értelme sincs, és pont emiatt van értelme. Borzalmasan szerettem a világokat, amiben elkalauzolunk, mert itt szerencsére több világot is látunk az eddigi nulla, illetve egy világ helyett, ami a korábbi könyvekben volt. Ezek mellett olyan karakterekkel lehetünk együtt, akik édesbájosak. A kötet főszereplője Cora sajnos nem kapott annyi szerepet, mint amennyit én szerettem volna, hogy kapjon. Viszont amit róla tudni kell, hogy ő valójában egy sellő, aki a világból visszakerült, és ez egy nagyon kellemes pontja a történetnek. Ezen kívül egy túlsúlyos lány, és attól eltekintve, hogy egy kicsit hiperfixál néha a történet az ő túlsúlyosságára, végre egy olyan reprezentációt adott, amivel nem tudok vitatkozni, ami egyezett az én korábbi történetemmel, és ezt nagyon-nagyon-nagyon tudtam benne értékelni. Még mindig édesbájos a történet, fantasztikus a világok, amiket leírnak. Szerintem ez a sorozat egyre jobb és jobb lesz, még
mindig, mondjuk a második történet kedvencem, szintén azért, mert fantasztikusnak találom a történetét, de ebben a világok sokszínűsége megmutatja, hogy hol van a csenengő gyerekek sorozatnak az igazi ereje. Szóval ezek lettek volna azok a könyvek, amiket szeptember folyamán olvastam el. Ti milyen könyvheti megjelenéseket végeztetek ki, és mennyire tetszett nektek, hagyjátok lent kommentben. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek, mit lehet legközelebb. Sziasztok!